Óriensi a feszültség az RMDSZ csíki területi szervezetének a tisztújítása előtt. A trónok harcában Borbély Csaba és Táncos Barna mérkőzik meg. Az üzengetés már javában zajlik, és csütörtökön dől el, hogy kinek van nagyobb támogatottsága. Borbély Csaba az RMDSZ csíki területi szervezetének jelenlegi elnöke már több mint 15 éve, konkrétan 2007 óta tölti be a 25 helyi szervezetet felülelő ernyő szervezet elnöki tisztségét. Eddig talán fel sem merült az ötlet, hogy bárki is elvehetné tőle a tisztséget, mindaddig, amíg Táncos Barna szenátor már a gyergyóremetei hulladéklerakó átadásán kifejtette, hogy bár megkötötték a szerződést és a létesítményt is megnyitották, sérelmezte, hogy túl későn született meg a döntés. Az akkor érezhető feszültség Borbély elleni kihívót szült Táncos személyében, aki a napokban jelentette be, hogy indul az RMDSZ csíki területi szervezetének elnöki tisztségéért. Megérett az idő a váltása a csíki RMDSZ szervezet élén. Célom az, hogy olyan szervezetet építsünk, amelyben mindannyian jól érezzük magunkat, amelyre mindannyian büszkék vagyunk, és amelyel minden csíki székelyember azonosulni tud. Kifejtette, hogy nem tud egyetérteni a csíki területi szervezet élén folytatott külön utas politizálással, és számára elfogadhatatlan a személyes hírnév hajhászása. Értette ezt Borbély Csabára, aki az elmúlt években politikusból valósággal influencerré vált a közösségi médiában. Táncos hétfőn azt is közölte Facebook oldalán, hogy megkapta a 25 helyi RMDSZ szervezet többségének a támogatását, míg a helyi szervezetek háromnegyede nem állt ki a területi szervezet jelenlegi elnöke mellett. Táncos Barna kritikája kapcsán Borbély sem hagyta magát. A szenátor csíkszeredai irodája előtt élő videóban jelentette be, készen áll a megmérettetésre, erődemonstrációként pedig felszólalt mellette Korodi Attila csíkszeredai polgármester és Bece István a csíki területi szervezet ügyvezető elnöke is. Hiszem azt, hogy Tusnádfürdőtől Balánbányáig és Kászontól Gyímes, Kászonoktól Gyímes Bükkig erre a szervezetre minden csíki ember büszke tud lenni, és ezt a büszkeséghez pedig az RMDSZ hozzá tudja tenni egy jól szervezett csapattal azt, amire szükség van. Hisz csapat nélkül ma a közéletben dolgozni nem lehet, csapat nélkül, kommunikáció nélkül, és az emberek tisztelete, az embereknek a bizalmának az elnyerése nélkül. Ezért folytatom ezt a munkát, és hát csütörtökön bízom benne, hogy a szavazók, a választók, a küldöttek többsége ezt fogja értékelni, és erről fog dönteni. Borbély ugyanakkor úgy vélte, személyeskedés és övön aluli támadások helyett, amit az elmúlt napokban kapott, inkább olyan vitát szeretett volna, amely arról szól, hogy miként növeljék a csíki emberek bizalmát az RMDSZ iránt. Sajnálom azt a sok megfélemlített csíki helyi RMDSZ vezetőt, akit félelemkeltéssel próbál a versenytársam álláspontváltásra bírni. Azt gondolom, ahol félelem van, ott megszűnik a demokrácia, fogalmazott Borbély.